Tehát tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket, elsősorban azokat a vendégeinket, akik a mai este érdekes programját majd bemutatják. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának az élő folyóirat sorozatán vagyunk. Ez már az negyedik évfolyam és az ötödik előadás ebbe az évben. Ilyen nagyon érdekes és különleges témáink is voltak, ahogy ma is a bukovinai székelyek nyelvéről hallunk majd, amiről nem minden nap hallható előadás, hiteles kutatómunka eredménye. Ez az élő folyóirat S sorozat évi hat alkalmat jelent, mindig itt a műcsarnokban tartjuk. Én Mezei Katalin vagyok, az irodalmi tagozat vezetője, és gyakorlatilag az élő folyóirat azért élő, mert nem csak ma itt hangzik el az előadás, nem csak ma itt lehetünk együtt a kedves előadókkal, hanem, mint látják, felvétel készül, és ez a felvétel megsokszorozza majd a potenciális hallgatóközönség számát. Azért is szerencsés ez a megoldás, mert egyrészt hát egy digitális megörökítése ennek a értékes hanganyagnak, de másrészt pedig olyan körben teszi hozzáférhetővé az itt elhangzottakat, akár éveken keresztül is, mindenki ide fordulhat, aki csak érdeklődik ebben a témában, kutat, vagy egyáltalán kíváncsi rá. Én akkor most átadnám a szót mai esténk házigazdájának, Seyfert Dezső úrnak, ő a szervezője is, és a házigazdája is ennek az estnek, és ő majd bemutatja az est többi szereplőjét. Előre is köszönjük az értékes hallani és látnivalókat, és kívánok nagyon jó együttműködést ma estére mindannyiunknak. Köszönöm szépen! Valamikor a 60-as, 70-es években a Völcsék központjában, Bonyhádon nem lehetett úgy végigmenni, hogy vagy valamiféle sváb dialektussal, vagy valamiféle székely dialektussal beszélő emberekben el lehetett volna botlani. Most ugyanezt nem lehet már megcsinálni. Gyakorlatilag ki kell mondjuk, hogy sajnos akár a sváb dialektust, akár a székely, a bukovinai székely dialektus, sajnos kihalt. Olyan kevés ember használja már napi szinten, ami már nem mondható nyelvhasználatnak. Ezen a fennevezett Bonyhádon van egy Facebook csoport, amelyik helyismerettel, helytörténettel foglalkozik, és mit tesz Isten, teljesen véletlenül ezen a Facebook csoporton találkoztunk, és ott hangzott el, illetőleg ott került információ szem elé, hogy van egy gyűjtemény, amelyik akkor már több ezer szóból álló gyűjtemény volt, amelyik pont ezt az elveszett bukovinai székely nyelvkincset gyűjtötte fel. Onnan jött az ötlet, hogy tovább kellene fejleszteni, tovább kéne lépni egyrészt, másrészt pedig itt van ez a fránya digitális technika, tegyük már hozzá, amit még lehet, és csináljunk belőle egy olyan értékmentést, amelyik nem csak önmagában a szókészletet, a szavak jelentését, hanem a szavakba belekódolt gondolkodásmódot, észjárást, és bizony sokszor jó tanácsokat és tapasztalatokat is jelent. A gondolatot tett követte találkoztunk, majd utána felbővültünk, hiszen kiderült, hogy nem csak egy szótár van, hála jó Istennek, hanem van egy másik szótár is. És milyen ez a modern világ, mondhatnám azt, hogy hát az ország más-más sarkában lakunk mind a hárman, de most már mondhatom, hogy Európa más-más sarkában lakunk mind a hárman. Így jöttünk össze. A közös dolog, ami összehozott bennünket, az nem más, mint az értékmentés. 24. óra utáni első percben vagyunk, élnek még azok az emberek, akik beszélik a nyelvet, értik a nyelvet, ugyanakkor viszont hivatalos gyűjteménye, tehát szógyűjtemény, amelyik megörökítené az elhangzott módján is, csak írásban van, ami egy idő után ki fog kopni. Ma itt ennek az értékmentésnek a mostani helyzetéről, állapotáról mutatnánk be néhány dolgot, illetőleg azért is mutatjuk be, hogy inkább
a továbblépés szándékairól is tudjunk beszélni. Az értékmentők közül az első, tehát ahonnan indult ez az egész történet, jobbra mellettem Salamon Gáspár úr, néprajzi gyűjtő, ő volt az, aki meglehetősen autentikus módon, visszaemlékezve a gyerekkorára, indult neki először a szógyűjteménnyel, hogy mire mit mondtak. Később azért ez természetesen egy tudományosabb hátteret kapott a szógyűjteményének a fejlesztéséhez. Ez a szógyűjtemény azért is érdekes, mert nem csak egyedül szavak, hanem kifejezések, mondások gyűjteménye is, ami egyébként nagyon jellemző a bukovinai székelyekre. Csapatunk igazi tudományos tagja, Fazekas Tibor úr, a Hamburgi Egyetem nyugalmazott oktatója, aki a bukovinai székely tájnyelvnek az akadémiai szintű szótárát állítja össze, majd ő elmondja, hogy ez hány paraméter alapján és körülbelül hol tart. Ez egy nagyon nagy munka, ennek a munkának talán egyharmadánál tart legalábbis, de remélem megerősíti majd ezt a dolgot. Nos, itt mi ma elsősorban a nyitókészletünkkel, tehát azzal, amink van, amivel elindulunk, vagy elindultunk, annak egy kis bemutatójával fogunk szolgálni. Először is magáról a bukovinai nyelvről, a bukovinai székely nyelvjárás sajátosságairól fog Fazekas Tibor úr mondani néhány dolgot, vetített képes előadása. Ezt követően belekóstolhatunk a bukovinai székely nyelvjárásban. Na, ez lesz az igazán izgalmas. Ebben Salamon Gáspár úr lesz a kalauzunk. És végül, de nem utolsó sorban, nekem, mint informatográfusnak jut az a kellemetlen feladat, hogy a szürke valóságot is mutogassam, pontosabban nem biztos, hogy annyira szürke valóság, hanem hogy a digitális világ, a modern világ milyen lehetőségeket nyújt jelen pillanatban számunkra, hogy ezt a nyelvet, a nyelvvel közölt gondolatokat, ezeket valamilyen módon úgy tudjuk megörökíteni, hogy a maga komplexitásában a lehető legélvezetesebben fennmaradjon az utókor, az utódaink számára. Nos, a ma este fogadatlan prókátora természetesen én leszek, tehát újból előkerülök. Akkor most kérem Tiborcot, hogy a bukovinai székelyek nyelvéről és a székelyek létezésével kapcsolatos dolgokról az előadását tartsa meg. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! Köszönöm a bevezető szavakat, köszönöm a köszöntést, és remélem, hogy mi egyharmadként a kétharmad teljesítményéhez hozzá tudok járulni annak a szellemében, amit Seyfert Dezső az imént felkonferált. Én nem fogok belemenni a nyelvi sajátosságainak elemzésébe ez alkalommal, hanem szeretnék egy tágabb összefoglalót adni azzal kapcsolatban, hogy miért tarthatjuk a bukovinai székelyek nyelvjárását a magyar kultúra nagyon fontos vizsgálatra és megőrzésre értékes elemének, mennyire összetett, mennyire nehéz feladat egyben ez, és tulajdonképpen azt is nehéz definiálnunk, hogy manapság miről beszélünk, amikor a bukovinai székelyekről van szó. A bukovinai székelyek, mint a nevük is mondja, Bukovinában éltek, és ez az a tartománya az osztrák-magyar monarchiának, ami átmenetileg közel 200 éven át a tartózkodási helyüket, a hazájukat jelentette. Ez egy 1910-es néprajzi térképe Bukovinának, és a színek tarkaságából elég jól kivehető, hogy meglehetősen vegyes lakosságú területről van szó. Itt a térkép alján hát egy sor szín árulkodik arról, hogy hányféle nyelv, hányféle népcsoport élt itt. Ebben a hatalmas konglomerátumban a bukovinai székelyek egy egészen kis csoportot jelentettek csak. Az ő színük fekete,
és a bukovinai székelyek által lakott települések itt láthatóak. Andrásfalva, Hadikfalva, kicsit lejjebb Istensegíts, és még Jákobest is szerepel, aminek ugye Fogadj Isten lenne a magyar neve, és az ötödik falu tőlük távolabb elbújva, tulajdonképpen a határon Józseffalva. Ezek voltak azok a települések, ahol 1775 után a később bukovinai székelyeknek nevezett embercsoport élt. A méreteiről csak annyit mondhatok, hogy körülbelül 13 ezer ember volt ezeken a településeken az 1941-es áttelepítéskor. Hozzá kell tennem, hogy áttelepítések és elvándorlás már korábban is bekövetkezett. Én úgy vélem, hogy körülbelül 20 ezer fő alatt volt valamivel az a maximális létszáma a bukovinai székességnek, ami a történelem során kialakult. Köszönöm szépen. Ez a következő kép, ami összesíti mindazt, amiről beszélni fogok. Bukovinai székelyek nyelve az egy saját nyelvjárás, de nem tiszta, hanem a történelem, a vándorlás, a körülmények hatására alakult konglomerátum keverék, és itt ezen a térképen nyomon követhető, hogy hogyan is alakult ki az, vagy hogyan is alakultak ki azok a nyelvváltozatok, amiket összefoglaló néven bukovinai székely nyelvjárásnak neveznénk. Kicsit fordítva meg, rendről fölfelé fogunk a földrajz okán haladni, és itt az egyesnél kell majd kezdenünk. Ez a kiinduló nyelvjárási alap, amiből a bukovinai székelyek nyelvjárása kialakult. Ez a keleti székely nyelvjárásoknak a kötege tulajdonképpen. Csíkszék, háromszék és Csík, Gyergyó és háromszék környéke, de az 1764-es mádéfalvi veszedelem következtében kialakult nagyon intenzív menekülés más területekről is, ezeken kívüli területekről is elragadott olyan népcsoportokat, amelyek együtt túl a Kárpátokon, Moldvában találtak otthont, és közel 20 évig ott töltötték az idejüket. Utána lehetőségük támadt arra, hogy letelepüléssel megszabaduljanak a katonaszökevény jogállásától, és így az 1770-es évek közepétől települhettek le azokra a településekre, azokra a helyekre, amiket az előző térképen bemutattam. Itt éltek aztán egészen a magyarországi áttelepítésükig. A nyelvükről ebben a fázisban el kell mondanom, hogy ezek a kelet-erdélyi székely nyelvváltozatok, ezek mind a székely nyelvnek az alváltozatai voltak, és itt már a 18. században is létezett egy meglehetősen behatárolt, bizonyos gazdasági tevékenységekre korlátozott idegen nyelvi hatás, elsősorban a román nyelvi hatás, tehát ami az állattenyésztéssel függött össze. Ezt a bukovinai székelyek megőrizték, de még Erdélyből vitték magukkal tovább Bukovinába. A második lépés az előző térképről, amikor kikerültek Moldvába, intenzív nyelvi kapcsolatba kerültek az ottani csángókkal, és a csángó nyelven keresztül további román, illetve a korábbi közigazgatás következményeként török nyelvi elemekkel is gazdagodott a nyelvjárásuk. Természetesen idegen közigazgatás alá kerültek, és ezért a közigazgatás nyelvében is megjelentek bizonyos új elemek. Bukovinában azután az a majdnem 200 év nagyon vegyes hatásoknak tette ki a nyelvjárást. Ez egyrészt ugye 1918-ig államnyelvként a német volt jelen, de az oktatásban például a lengyel is
fontos szerepet játszott. A ruszinok, a kereskedelemben a zsidók nyelve, a jiddis. És természetesen állandóan, de 1920 után államnyelvként a román is jelentős szerephez jutott, és nagyon nagy mennyiségű jövevény szóval gazdagította a nyelvjárást. Ha visszagondolunk, hogy milyen lehetett, vagy milyen volt a bukovinai magyarok nyelvjárása és általános közállapota az 1940-es évek elején az áttelepítéskor, akkor azt kell mondanom, hogy nem csak nyelvileg és kulturálisan, hanem mindenféle más szempontból is, egészségügyileg, szociálisan is veszélyeztetett csoport voltak. Tehát a nyelvük is az iskolai oktatás nehézségei, illetve hiányosságai folytán már erősen kevert nyelvé alakult. Természetesen ez attól függött, hogy miről beszéltek. Hát ha a hétköznapi élet dolgait használták, vagy érintették, akkor a nyelvjárásiasság élő és eleven volt, de hogyha újabb keletű kulturális és egyéb jelenségeket kellett megnevezniük, akkor kénytelenek voltak idegen nyelvi fogalmakhoz, nyelvi szavakhoz fordulni, hiszen a nyelvújítás, ami a magyar nyelvet modernizálta, őket nem érte el. És ezért ezek a szavak csak később kerülhettek be a nyelvükbe, és amíg nem voltak, vagy azelőtt, amíg megjelentek, többnyire idegen nyelvi szavakkal helyettesítették őket. A nyelvjárás alapvetően archaikus vonása, tehát a régiessége, az változatlanul megmaradt. 1883-ban történt egy közepesen megszervezett áttelepítés, ez majd a következő diának lesz a témája, de ennek a telepítésnek a kapcsán megindult egy spontán elvándorlás, és látható, hogy a három pár A címmel jelzett erdélyi elvándorlásnak a nyomai mai napig jelen vannak. Déva mellett van egy Csángó telepnek nevezett kis település, és itt megint beszélhetünk a csángó és a bukovinai székely megkülönböztetésének nehézségeiről, illetve szükségességéről, mert a bukovinai székelyek számára a csángó erősen pejoratív, de nem tehetünk róla, a 19. század végének a terminológiájával egyszerűen csángónak nevezték őket, és ezért csángó telep van Déván is. Ők azok, akik nem kerültek be az aldonai telepítés nagy akciójába, hanem megakadtak a félúton, vagy pedig visszajöttek már a telepítés helyéről, az Alduna mellől, mert a feltételek nem voltak olyanok, mint amilyennek az elindulás pillanatában ígérkeztek. Ugyanígy egy nagyobb szórvány és nagyobb méretűre spontán módon kialakult szórvány alakult ki az erdélyi nyugati határvidékén lévő településeken, de ezek voltak azok, amelyek az időközben tulajdonképpen az első világháborúig aztán meg is szűntek, mert itt olyan kis csoportokban telepedtek le bukovinai székelyek, hogy igazából nem tudtak gyökeret verni. A nagyobbik telepítés az Alduna mentén, az itt egy kicsit emlékeztető most az első térképpel, hogy körülbelül milyen földrajzi viszonyokról beszélünk. Ez az 1883-as Csángó telepítés voltak éppen három új települést hozott létre, és ez az a hely, ahol még ma is élnek bukovinaiak, olyan bukovinaiak, akik 1883-ban Bukovinából szakadtak ki, idegen nyelvi környezetből, és akkor még Nagy Magyarországra kerültek ugyan 1883-ban, de ott is idegen nyelvű környezetbe, ami aztán a 1920-as változásokkal hivatalosan, politikailag is külföldé vált, és szerb nyelvi környezetben élt tovább a bukovinai székelyek nyelve. Amikor én 1977-ben náluk jártam, akkor még nem tudták a magyar rádiót sem fogni. Tehát olyan izoláltságban voltak, hogy a nyelvüket tulajdonképpen konzerválni voltak kénytelenek. Konzerválták is. Közben az 1941-ben Magyarországra telepített bukovinai székelyek mindenféle társadalmi, gazdasági,
kulturális és egyéb változás következtében már lényegesen levetkezték az eredeti nyelvjárásokat, de itt ezen a három településen még lehetett szinte azt a szójárást, azt a beszédet hallani, ami valószínűleg a 19. század végén Bukovinában még élt. Természetes, hogy itt a korábbi már jövevény szavakkal kibővült bukovinai székely nyelvjárás egyre több szerb vendég kifejezéssel, jövevény szóval gazdagodott, és miután az 1960-as évek után Jugoszlávia kifejezetten támogatta a külföldi munkavállalást, ezekről a településekről rengetegen mentek el. Már 1977-ben Sándor egyháza például úgy nézett ki, hogy nagyon csekély magyar jelenlét volt érzékelhető, és hozzá kell tennem, hogy ez a kitelepülés csak először ment úgy, hogy a fiatalabbak ott hagyták az öregeket, és aztán elkezdtek dolgozni, de miután kiderült, hogy évtizedekről van szó, nem átmeneti kintartózkodásról, előbb-utóbb ezek az ingatlanok is átkerültek idegen kézbe, és akkor a falvak település szerkezete elkezdett drasztikusan és döntően megváltozni, és így a nyelv ismét teljes defenzívába szorult. Azóta pedig meg kell állapítsuk sajnos, hogy a délszláv háborúk következtében ez a helyzet egyáltalán nem javult, vagy nem mutatott semmiféle olyan irányt, hogy reményekre adna a jövőt illetően okot. Az eredeti nagy térképen szerepelt egy ötös is itten a bácskai vidéken. Ez gyakorlatilag arra az időszakra vonatkozott, amikor a bukovinai székelyeket szervezetten tulajdonképpen egy katonai akció keretében áttelepítették Magyarországra, és 3 évet ezen a területen töltöttek el. Ennek a története különféle feldolgozásokban Sára Sándorék, Csóri Sándor és mások munkáiban elevenen él a bukovinaiaknak a ma is lehívható emlékezetében. Nyelvileg viszont alapvetően nem történt lényeges változás. Elindult az a folyamat, aminek a végén kocogunk manapság. Elindult az a folyamat, hogy akkor magyar közigazgatás, és hát Bácskában legalábbis többségében akkor még a környéken magyar lakosságú települések közé kerültek, és elkezdett rájuk a helyi nyelvjárás, illetve a magyar köznyelv hatni. Ez a hatás aztán a 6-os számmal jelölt telepítésnél a Völgység környékén teljesedett ki, amit 1945-ben hajtottak végre, és akkor már folytatódott az, ami Bácskában is elkezdődött, hangsúlyoznom kell, 5 falu 15 ezer lakosáról van szó. Ha még emlékeznek rá, hogy ezt most 35 településre osztották el Bácskában, akkor 15 ezerből átlagosan hány jutott egy faluba, az eredmény nem túl kecsegtető akkor, hogyha egy nyelv megmaradásáról, megmaradási lehetőségeiről beszélünk. Tehát elkezdődött egyfajta elmorzsolódás, szétaprózódás, egy egyébként nagyon archaikus és szigorú rokonsági rendet, kapcsolatrendszert föntartó közösségnek a felbomlása. Ez a felbomlás folytatódott azután a magyarországi áttelepüléssel, amennyiben ott, amint jelzem, vegyes lakosságú településekre kerültek. És a vegyes lakosságú településeken belül különféle arányban, különféle módon a rokonoktól adott esetben kilométerekkel vagy több kilométerrel elszakítva telepedtek le. A következőkben ennek a telepítésnek, illetve a körülményeknek a következménye az abban mutatkozott meg, hogy a nyelv
alapvetően defenzívába szorult. Tehát ekkor kezdődött el a visszavonulása a nyelvhasználatnak, ekkor kezdődött az, hogy egyfajta nyelvi diszkrimináció is létrejött, nem csak a bukovinai székelyekkel szemben, a Dunántúli svábok is erről panaszkodhatnak joggal, és így ugye a tárgyi környezetük teljességgel megváltozott, azok a földrajzi nevek, természeti jelenségek, amiket ők Bukovinában megismertek és megneveztek, azok nem úgy, nem ott és nem olyan formában maradtak vagy tűntek el az életükből. Tehát át kellett alakulniuk, át kellett alakítaniuk az egész kulturális szerkezetüket. Ehhez jött az, hogy 1956 után a kollektivizálás és hát a fölöslegessé vált mezőgazdasági munkaerő az nagy arányú elvándorlást indított meg a bukovinai lakosságú falvakból, és ennek következtében alakultak ki Budapest körül azok a települések, ahol most már a településen belül csak egy kis magként élnek bukovinai székelyek, és kezdik a 60-as évek végétől újra a kulturális életüket, és így valamelyest a nyelvüket is visszacsempészni a köztudatba. Az utolsó, amit el szeretnék mondani, az, hogy miért érdemes, vagy inkább kell foglalkoznunk a bukovinai székelyek nyelvével. Azért, mert azt mutatja meg, hogy egyrészt milyen magyar nyelvi elemek képesek még idegennyelvi környezetben is hosszabb ideig megmaradni, másrészt azt is jól illusztrálja, hogy hol és miért következik be az idegen nyelvekből történő elemek kényszerű átvétele. A bukovinai székely nyelvjárás újabb kori története azt is példázza, hogyan tűnik el a mindennapi használatból egy archaikus nyelvváltozat anyanyelvi környezetben, ez a különlegessége ennek a nyelvjárásnak, vagyis rajta keresztül tanulmányozható, miként zajlik le valamely substandard nyelvváltozat lecserélése a standardhez közelebb álló regionális köznyelvhez. Mi az, ami legelőször esik ki a használatból, mi az, ami viszonylag ellenállóbbnak bizonyul, és mekkora változások után következik be a nyelvváltozat teljes eltűnése, illetve mi az, ami mégsem tűnik el nyomtalanul. És végül a bukovinai székely nyelvjárás teljes történetének komplex nyelvi vizsgálata ugyanakkor modell jellegével segítheti a hasonló helyzetben élő, esetenként veszélyeztetettnek minősített nyelvek és nyelvi közösségek megmaradását, támogató munkát. Ilyen értelemben ez nem csak egy magyar tudományos, kulturális feladat, hanem ez egy nyelvtudományi alapfeladat is lenne egyben. Köszönöm szépen a figyelmüket! Nos, a bukovinai székely nyelvről hallottunk, most pedig eljött az ideje annak, hogy a bukovinai székely nyelvet halljuk. Aki ezt nekünk el fogja mondani és elővezeti autentikusan, ő Salamon Gáspár. Tisztelettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Én az előadási módozatok közül a felolvasást választottam, mert rengeteg a mondani valóm, és kevés az idő, szeretném minél hatékonyabban kihasználni ezt. Kenteknek nincs más dolgik, csak nyissák ki a szüvik és az eszik csűrkapuját, és ügyeljenek jól oda, mert valamit mondok. Előjáróban a nem bánják, hamar elmesélem, hogyan lettem néprajzi gyűjtő és szótárszerkesztő. Úgy 6 éve a neten bókláztam, amikor felfigyeltem egy hírre, ami arról tudósított, hogy az ENSZ által kiadott veszélyeztetett nyelvek atlasza 199 olyan nyelvet sorol fel, amelyet kevesebb, mint 10 ember beszél a világon. Közülük 18-nak pedig már csupán egyetlen beszélője maradt. A kiadvány szerint nagyjából 2 hetente tűnik el egy-egy nyelv a föld színéről. Ezen kicsit megbusultam magamat, mert lám-lám nem csak növények és állatok tűnnek el a földről örökre, hanem nyelvek is. Aztán eszembe villant, hogy vajon mi lehet az én anyanyelvemmel, a bukovinai székely nyelvvel.
Nem kellett sokat töprengenem, hogy rájöjjek, baj van, nagy baj van. Ha azonosulunk a Széchenyinek tulajdonított mondással, miszerint nyelvében él a nemzet, akkor megállapíthatjuk, hogy a bukovinai székely nemzet éppen haldoklik. Szép nyelvünket eredetiben már senki nem beszéli. Még a legidősebbek is legfeljebb egy-egy hadiki szót szúrnak a köznyelven megfogalmazott mondataikba, azt is csak azok körében, akik megértik. A bukovinai székelyek a Magyarországra telepítésüket követő néhány évtized alatt teljes nyelvváltáson estek át, az új környezethez való alkalmazkodás kényszere, a magyarságuk folyamatos bizonyítási szándéka, a másságuk támadhatónak vagy szégyelnivalónak hit jelei eltüntetésére irányuló igyekezetük és másokok miatt a nyelvük elhagyták. Ez a felismerés készített arra, hogy összegyűjtsem egykori szókincsem lassan feledésbe merülő szavait, kifejezéseit, hiszen hasonló tettre eddig még senki nem szánta rá magát. Néhány kiadványban, például mese és népdalgyűjtemény, vagy visszaemlékezés végén tettek közzé ugyan pár szót tartalmazó névjegyzéket, de csak azzal a szándékkal, hogy a szövegben előforduló tájszavak az olvasó számára értelmezhetők legyenek. Később szereztem tudomást arról, hogy Hamburgban, milyen kicsi a világ, valaki szintén szükségesnek tartja megmenteni, megörökíteni az utókor számára a bukovinaiak nyelvének szavait. Munkálkodásom eredménye a mai állapot szerint 6446 szócikkből álló tájnyelvi szótár, amit időközben egy a Magyar Néprajzi Társaság által meghirdetett pályázaton is megmérettem. Szótáram készítésekor az általános szerkesztési gyakorlatot, szabályokat kicsit szabadabban értelmeztem, ugyanis a szokásos tájszó plusz szómagyarázat sablont elvetve nyelvi jelenségeket, szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat, káromkodásokat, neveket is megörökítettem. Munka közben a szakirodalom és más források tanulmányozásakor figyeltem fel arra számomra meglepő körülményre, hogy a magyar nyelvterület nyelvjárási régióit feltüntető térképen nem szerepel a bukovinai székely dialektus. A néprajz és nyelvtudomány ezek szerint nem ismeri el önálló tájnyelvnek, hanem a székely régióhoz sorolja. Csakhogy a bukovinai székelyek több mint 250 éve elhagyták a székelyföldet, és a mai lakhelyük is 800 kilométerre van tőle. A távollét alatt, nagyrészt idegen környezetben, saját nyelvjárást alakítottak ki, amelyik hasonló, de semmiképpen nem azonos a székelyföldi nyelvjárással, a megőrzött nyelvi sajátosságok ellenére sem. Például alapszókészletük ugyan még szinte azonos a székelyföldivel, de az újabb, modern jelenségek esetében már csak 10-20%-ban egyezik meg azzal. A térképen feltüntetett régiók többsége már régen elkészítette a magyar tájszótárát, vagy a saját tájszótárát. A bukovinai székelyeké a nyelv létének utolsó pillanatában készül, illetve készült el, megmentve egy kiolásra ítélt pótolhatatlan értéket. Az eddig megjelent tájszótárak nyomasztó hiányossága, hogy bár a szavak fonetikus formában, esetleg az egyes hangok kiejtésére utaló jelölésekkel szerepelnek bennük, a beszélt nyelv szépségét, egyediségét, a kiejtést nem képesek bemutatni. A mi közösségünk terve az, hogy talán Magyarországon először a tájszótárban szereplő szavak meghallgatók is legyenek eredeti tájszólásban. Erről bővebben majd Szelfert Dezső beszél. Milyen is hát ez a bukovinai székely nyelv? Legfontosabb nyelvi jellemzője, hogy különbözik az irodalmi és köznyelvtől, és teszem hozzá a székelyföldi nyelvjárásoktól, szókészletében, nyelvtanában, a kihelytett hangokban, a szavak alakjában, toldalékolásában, új szavak alkotásának módjában,
a szavak mondattá, szöveggé kapcsolódásában. Nem kell nagy bátorság és elfogultság kiegészíteni ezt a felsorást még a következő jelzőkkel. Egyedi, különleges, rengeteg archaikus elemet tartalmazó nyelvről beszélünk. Archaikus elemek például a régies múlt használata, megvevé, eljövének, látta vala, megmentém, elvette volt. A té, mint helyhatározó rak használata. Az én ifjú koromban, aki azt mondta Pécsen, Vácon vagy Vásárhelyen helyett azt, hogy Pécset, Vácot vagy Vásárhelyt, az választékos beszédűnek tekintettük erősen. Székelyeknél ez napi gyakorlat volt. Egy ilyen példamondat. Azért vertek meg, mert rossz helyt voltál. Ikes igeragozása a mai köznyelven tiltott módon. Eszek és iszok. De ez még nem minden, ők az ikes igéket iktelenítették. Például a folyik, megveszik, vagy rugdalózik helyett azt mondták, foly, megvesz, rugódoz. Sőt, ennek a fordítottját is az iktelenneket ikesítették. Például a for, terem, vagy lép helyett azt mondták, hogy forik, termik, lépik. Nem állhatom meg, hogy még néhány vagy legalábbis egy-két hangtani, szótan és mondattani jelzőt, jellemzőt nem utassak be a rengetegből. A magyar nyelv általában nem szereti a mással hangzó torlódást, a sok mással hangzót egymás mellett. Míg a köznyelv három mással hangzót még gond nélkül elvisel, a székely nyelv ezt már sokalja, és két módon segít a bajon. Egyrészt hangkivetéssel, tehát a három mással hangzó van egymás mellett, akkor egyet eltakarít az útból. Így lett aztán, vagy így használják az István helyett az Istánt, vagy testvér helyett a testvért. Másik megoldás ennek az ellenkezője, hogy amikor a mással hangzók közé beszúrnak egy magánhangzót, hogy a rend valahogy helyre álljon. Hát ilyen az ambrus helyett azt mondják, hogy ambarus, és az ifjúság helyett az, hogy ifjúság. Szótani jelenség a megigekötővel, hogy a megigekötővel helyettesítenek más igekötőket. Például megfelejt, elfelejt helyett, megfüllik, befüllik, megszörnyülködik, elszörnyülködik helyett. Megtalálkozik, összetalálkozik, megebred, felébred, vagy béküljünk meg, a béküljünk ki helyett. Mondattan érdekesség az igei állítmány hiánya a mondatokban. Most népmesékből vettem kölcsön mondatokat, ezeket fogom felolvasni. Lekucorozott a tehán, és a két gyerek fel a hátára, tehát felmászott, vagy felugrott a hátára. Kinyitották az ajtót, s B a kamarába. Tehát bementek, befutottak be. A zsákpénz kihasadott, s aztán szedni, aki érte. Tehát kihasadt a zsák, a pénzt tartalmaz a zsák, és aki tudta, az szedte össze. A nagy gazda ember csak a zsákokat megótta, s rázni ki a macskákat. Elkezdte rázni ki a macskákat a zsákból. Vagy egy népdal mondat, néptalban kölcsönvet mondat, füttyent a masina, gyorsan ki az állomásra. Tehát gyorsan fussunk, vagy menjünk, vagy haladjunk ki az állomásra. Székelyekkel kapcsolatban él az emberekben az az általánosító vélemény, hogy furfangosak, jó humoruk van. Ezzel a sztereotípiával én most nem vitatkozom. Kétségtelen, hogy sok esetben, helyzetben más srófra jár az aszük. Jellemző például, hogy szeretik a szóképeket, a képes beszédet. Ha valami nem jó, akkor tapintatosan úgy közlik a környezetükkel, hogy olyan jó, mint a kakastály. A szomorúság kifejezésre több változatot is használnak. Itt most népdalszövegeket vettem kölcsön.
a szüvembe fészket rakott a bánat, vagy bánat borult a szüvemre, vagy bánat szállott a szüvemre, vagy a szüvemre reja ült a bánat. Ha valamelyik leány vagy asszony teherbe esett, nem azt mondták, hogy állapotos gyereke lesz, vagy terhes, hanem hogy kurta lett a karincája. Ugye a karinc az a kötény, és hát ahogy nőtt a illető pocakja, az egyre följebb került, kurta lett. Aztán, ha valaki nem szeretett lehajolni, főleg munka közben, akkor megkérdezték, miattán csont nőtt a hasadba. Nagy félelmüket vagy örömüket így jellemezték, a szüvem szökött ki a helyiről. Ha a család tagjai szétszórodtak, egymástól távol telepedtek le, ezt a helyzetet így jellemezték. Olyan széjjel vagyunk, mint a zsitár faszulykája. A zsitár az mezőr, a faszulyka az bab. És hát amikor a zsitárt kifizettek, a mezőrt kifizették évvégén, akkor nem csak pénzt kapott, azt kapott szegény a legkevesebbet, hanem terményeket kapott, amit a határ különböző részeiről szedtek össze. Aztán, ha valaki nagyon mélyen aludt, arra azt mondták, hogy úgy aluszik, mint a mákos kicsike. Most a kicsike az kisgyerek, kisbaba, a mákos az mákteával megitatott kisbaba. Hát az sokszor tényleg sokat aludt. Volt néhány sajnos, amelyik át is aludta magát a más világba. Az Y elágazású utcákra azt mondták, hogy Gagyaszár utca. Ugye, elég képletes kifejezés. A Zsák utcára meg, hogy kutyaszorító utca. Tehát az egy zárt valami, oda be lehetett szorítani a kutyát. A képes beszédre napjaimból is tudok példát hozni. Az egyik unoköcsém almát termeszt és árusítja is. Ő mesélte, hogy egyik vevője az alma minőségéről nem úgy nyilatkozott, hogy Marci, milyen szép almád van, hanem így szólt. Hallod-e te, Marci? Olyan almád van, hogy szembe kacag az embervel. Az imént már szóltam arról, hogy egy szótárban, egy nyomtatott szövegben gyakorlatilag lehetetlen visszaadni a beszéd nyelt ízeit, dallamát, ritmusát, jellegzetes hangsúlyait. Ezt nem nagyon kell bizonygatni, de hogy érzékeltessem a kimondott és a leírt szó közötti különbségeket, felolvasok egy szöveget eredeti bukovinai tájszólásban. Drusbánszki Bonaventura, Józsefalvi pap az 1863-ban kelt levelében ezt találta írni a bukovinai székelyekről. Szép, egészséges, bátor nép, színre barnák, és a férfiak szebbek, mint a nők. Hát én 155 év késéssel válaszoltam a levélre. Tisztelendő úr, ne haragudjon meg rejám, de erős nem talál a gondolkozásunk. A meinkek, a fehér népek egy sziklát se csufabbak, mint münkemberek, s mint más népek asszonyai. Ha nem egyébként, akkor ügyelt oda rejik, amikor a majorságot etették, vagy tehent fájni mentek, vagy pityókát kapáltak, vagy a porondon mostak. Ilyenkor ugye a miesnapi ruháikba voltak, mert úgy járja. Mi nem vasárnap a nagy misére menetnezte meg őket, amikor rejtik van a favurági rokolya, s a szedettink, s a rezes lájbi, s a gicáikba a veres pántika, s a nyakikba a kalár, s kezikbe az imádságos könyv, s az olvasó. Ilyenkor az arcáik es kipirosodik, s a szemik es szebben ragyog. Olyanok, mint egy-egy tuba rózsa. Ilyenkor az Isten háza es olyan, mint egy virágos kert, a sok tisztára sepert lelkű leánval sasszóval. Emlékezek, hogy legénykoromban sok szép leányt ismertem, és erőst busultam, hogy nem mindegyik ingemet szeret. És aztán később becske, lejöttem, hogy egyes elég belőlik, de ez egy más történet. Kend egyszer, ha van érkezése, végére menjen Radócra. Ott van egy ilyen
optikárius ember, aki csinál olyan éveget a szemére, amitől helyre jó a látása. Jut eszembe, kent métes a testi mejenségiket leste, mi nem a lelki tisztaságikkal ügyelt oda. Kent nem a népek lelkinek is tápolását vállalta el Krisztusunk szolgálatjába. Vagy igen, igaz, hogy a lelkikbe se kapott volna hibát, ha megnezi, mert a meinkek istenfélők, jó dolgosok, szeretik a családjikot, míg az emberek dolgát is elvégezik, ha reja kényszerülnek. Há! S aztán még attól lesz szépek, hogy erős jó a természetjük. Azt, hogy a szomszéd vagy komasszonyikval meghányják a falu dolgait, vagy ha az emberik kicsit a becskét talál inni a korcsomába, s otthon helytelenül kezdi viselni magát, s ilyenkor rejkül a dacoskodás, nem lehet a szemükre hánni, mert a Jóisten szánt szándékval teremtette volt ilyennek őket. Simán mű ebbe felé vagyunk nyugva. Én azt mondom, hogy az Isten tartsa meg az összes székely leánkát, s leánt, s menyecskét, s asszont, s nannyót, ajannak, amelyennek teremtődtek, mert nekünk így a legszebbek. Máskor gondolkozzon meg, hogy mit ír belé a levelibe. No, Isten áldja kendet, Laudétur! És hát Isten áldja kenteket is, hogy ilyen türelemvel, odaügyelésvel végighallgatták az én előadásomat. Köszönöm szépen! Nos, akkor a nyelvről hallgathattunk most, hála jó Istennek, nyelven, ízesen, úgy, ahogy az elhangzott. Egy gyors kérdés, láttam, sokan követték, ugye, sikerült egyébként elolvasni? Jó, hát a szakértők ugye azok nyilván, de ugye az átlagember vajon ezt az ízes beszéddel föl tudta volna idézni a fejében, önmagában magát a szöveget? Hát én... Igen, érteni, igen, csak ugye, de ahogy ez elhangzott, az azért egyedi. Tehát azt azért hallani kell, őszintén szólva. Nos, annak idején, amikor nekiláttunk az értékmentésnek, pont ez volt az alapja az egésznek, hogy létezik egy szótár, léteznek a szavak, autentikus leírással, tehát átírással, ezekkel az umlautosákkal. Igen ám, csak mi van akkor, hogyha tényleg már az a korosztály is kihal, aki még úgy rááll a szeme vagy a füle ezeknek a belső hallására. És az eredeti elképzelésünk az volt, hogy akkor indulunk egy hangos szótára. Aztán kiderült, hogy nem csak hang kellene hozzá, hanem bizony kellene kép is, nem kevés kép kellene, és nem csak hogy képek, hanem az elmúlt időszakban valahol elveszett, vagy már használatból kikerült tárgyak is, és ebből is hiátusunk van. Nagyon egyszerű a dolog, ha bárki egyébként begépeli a Google-ba, hiszen most ugye barátunk a Google, abban keresgélünk, begépeli, hogy Bukovina vagy bukovinai székelyek, akkor őszintén szólva modern fényképeket fog nagyon sokat látni, főleg találkozókról, tánc találkozókról, különféle rendezvényekről, de valójában a régi időkről, tehát a régi gazdálkodásról, életmódról, emberekről nem fog találni a Google-ban képeket. Ami a legdurvább, hogy zömében moldáviai, bukovinai képek, és akármilyen hihetetlen Lengyelországból bukovinai képek jelennek meg a Google-ban. Miközben Magyarországon itt él a népcsoport, durván úgy számolják, hogy olyan 25-35 ezres a lélek száma már a bukovinai székelyeknek, és gyakorlatilag a múltjukból az a használható része, ami elsősorban mondjuk egy értékmentésnél fontos, a gazdálkodás, a lakás, az életmód, ezek valahogy
képi anyagukban is hiányoznak. Voltak már gyűjtések, de ezek a gyűjtések is elsősorban inkább csak az otthoni személyes archívumokat tették át valamilyen módon, fénykép formájában, mondjuk úgy, hogy hozzáférhetővé. Amivel többek közt az a probléma, hogy a szkennelésnél, tehát amikor bekerültek a számítógépbe, az egyik így sikerült, a másik meg úgy sikerült. Erre majd fogok tudni hozni példát megmutatni. Nos, tehát amikor nekiláttunk, hogy akkor először első lépésként ezt a szólásokat is, mondásokat is tartalmazó hangos szótárat megcsináljuk, akkor derült ki, hogy igazából nekünk egy szóenciklopédiát kellene csinálnunk ebből az egészből, és ha már szóenciklopédia, és gyűjtünk hozzá képes anyagokat, akkor bizony nem lenne baj, hogyha ez egy helyen lenne valahol hozzáférhető, és lehetőleg úgy, hogy az valamilyen módon hozzájáruljon azért a hétköznapokhoz is. Hiszen ebben a nyelven, mint ahogy hallhattuk is, azért nagyon sok tapasztalat is benne van a hasonlatokban például, amik azért néha jó jönnének, hogyha az valamilyen feldolgozásra kerülne. Emiatt az eredeti alapszótár, amit a Gáspár összeállított, elkezdett kiegészítődni bizonyos metaadatokkal, amelyek a tartalmak leírására vonatkozó metaadatok, hát ennek is ugye most folyik még tovább a munkája, amelyik segítségével egy kicsit más-más dimenziókban lehet majd a szavakkal találkozni. No, miután egy kicsikét többet beszéltem erről a dologról, ha minden igaz, akkor már láttuk az előbb, ugye ennek a bukovinai hangos szóenciklopédiának a címoldal tervezetét, amit mi elképzeltünk. Eddig csak a címoldalát láttuk ennek a tervezett kiadványunknak. Most egy kicsikét tovább tudunk lépni, és beljebb tudunk menni magába a kiadványba. Ez egy digitális kiadásnak a bemutató darabkája. Itt egyelőre természetesen a tartalmi leíró résznek csak egy rövidített változata van, de a lényege, hogy ennek a szótárnak magában a szavak, kifejezések és a feloldás, tehát megoldások mellett kifejezetten ezekkel az úgynevezett tegekkel, tehát ilyen kis címkékkel való lerakással, ez most a mostani divatos, hogy ilyenek készülnek. Természetesen minden egyes szó kifejezés kap egy nyelvi navigátor kiegészítést. Kap egy tartalmi kiegészítést, ami természetesen, még egyszer mondom, a szótárban előre haladva sokkal több lesz. Kap egy úgynevezett életterületit, amitől igazából enciklopédiává válik, hogy az az adott szó kifejezés az élet mely, tehát az általános élet mely területén volt elsősorban használatos, munkavilága, jól élni valahogy, megélni, lakni valahol, lakni valamiben, utazni, kommunikálni. Tehát ugye az életünket körülvevő dolgokra vonatkozó, és ami nagyon érdekes, ami általában eddig, vagy legutóbbi időkig el szokott maradni, ez a bizonyos élettapasztalat, ami megjelenik ezekben a szavakban, kifejezésekben, mint szép, felesleges, csapnivaló, rossz, rendetlenség, és így tovább. Tehát tudnánk folytatni elég hosszasan, és érdemes is lesz a továbbiakban folytatni, hiszen ennek a segítségével, amiről beszéltünk, bizonyos kifejezések és annak a feloldásai hétköznapi értelemben hasznossá válhatnak, hiszen az interneten keresztül gyakorlatilag bárkinek hozzáférhetővé lehet tenni a régmúlt idők tapasztalatát. És akkor egy minta oldal, még egyszer mondom, ez egy digitális kiadás, ugye nagyjából a papír kiadás is hasonló módon néznek ki, de hát már benne vannak bizonyos kódok. Itt lent, tehát itt a pincében nincs jelen pillanatban mobil térerő, tehát mobil internet térerő nincsen. Úgyhogy itt most a QR kódokat, amik kifejezetten internetes kódok,
ezek itt lenn nem működnek, viszont működik a digitális hang, amelyik olyan jó, mint a kakastáj. Olyan lusta volt, hogy a főt hajlott meg alatta. Olyan széjjel vagyunk, mint a zsitár faszújkája. És ez három minta, ugye, ez elhangzott itt is, tehát élőben, és azt hiszem, nem kell bemutatnom, hogy különösebben, hogy ki volt, aki ezt felmondta. Nos, tehát maga a digitális kiadvány, az gyakorlatilag magában foglalja a hangokat is egyben. A papír kiadvány szintén egyrészt kap egy internetes elérhetőségű lehetőséget azzal a kis QR kódokkal, de ez akkor válik igazán érdekessé, amikor a papír megszólal. Mert hiszen, ha ebből papírszótár készül, és igazából megéri egy papírszótárat készíteni, az az izgalmas, hogy hogyan tudjuk megszólaltatni a papírt. Na, mindjárt mutatom, hogy hogy fog megszólalni a papír. Ennek is csak a teteje látszik egy picikét. Nos, ez szintén QR kódok. Jelen pillanatban a technika eljutott odáig, hogy ezeknek a kódoknak a segítségével nagyon sok mindent lehet rögzíteni. Mi legalábbis elkövettük azt a merényletet, hogy mi hangot rögzítettünk ezzel a dologgal. Természetesen egy speciális technika van ennek a hátterében. Magát a QR kódot azt lehet számítógéppel is olvasni, de sokkal praktikusabb, hogyha az ember egy mindenkinek a zsebében lévő egyszerű telefonon, tehát egy mobiltelefonon a majdan fejlesztendő applikációnk segítségével oldja ezt meg. Én mindjárt fogom, és megmutatom önöknek, hogy, és most bele fogunk menni a képbe, elnézést. Tehát ez gyakorlatilag, ugye itt nincs térerő, tehát nincs internet jelen pillanatban, és ugye ez egy kivetítőnek a képe. Egy kicsit kalkulálni kell neki. Ez az egy van, tehát ezt az egy mintát készítettük el. Nagyon jó, mint a kakastáj. Hát ez a kakastáj, ez a népszerű. Tehát a lényege a történetnek az, hogy tetszenek látni, a papír megszólaltatható. Innentről a teljes szókészlet, mintakészlet és az egyéb kinyomtatható, nyomtatásba lehet tenni, és onnantól kezdve az minimum 400 évet elél. És hogyha ehhez még hozzátesszük a képi anyagokat, amiket most mindjárt fogok mutatni, a képi anyagokat is modernizálva akarjuk mindenféleképpen beletenni, nem csak a digitális kiadásban, hanem a papírkiadásban is, akkor azért lehet, hogy maga a kiadvány is nem egyszerűen csak egy tájnyelvi szótár, amelyik ugye a kihagyt nyelvek mellé fölkerül a polcra, hanem másra is lehet használni. Itt mutatom, hogy ilyen képeket kapunk, és most tetszenek látni, az első lépés, amit megcsinálunk, az, hogy kijavítjuk a képet. Ez a kép azért szerintem jobb, mint az eredeti, amit kaptunk, ugye? Egy hangyányit. Ennek utána jön egy másik műveletünk, nem tudom, látják-e, mi történik a képpel. Színes lesz. Megfelelő segédinformációk segítségével és segédanyagok segítségével kiszínezzük a fekete-fehér képeket, hogy közelebb tudjuk hozni a mához. Fölnagyítjuk,
tehát lényegesen nagyobb méretűvé tesszük, és onnantól kezdve tallózni lehet a képeken. Tehát nem csak egyszerűen magát azt a hagyományos képkivágást, amit láttunk, lehet nézegetni, hanem gyakorlatilag körül lehet nézni a képen. És ugye itt most már a színes képen nézünk körül, ami egy nem túl jó minőségű fekete-fehér képből indult. Ezt természetesen mellé kívánjuk tenni az anyagainknak. És itt van egy ötlet, ezt nem mi csináltuk, ez egy Kerényi Zoltán nevű úrnak a készítménye, ez Siófok egyébként. Mostanában egyre többször fordul elő, hogy új kép, tehát új városról szóló, településről szóló képbe a régi képet ilyen nagyon ügyes módon beleaplikálják. És itt jön a gondom, én egy valódi bukovinait akartam hozni. Hogy azt a képet, amit mutattam, ugye, tehát azt a Sáros utcát, azt akartam megmutatni, hogy ez most hogy néz ki. Hát az első és legfontosabb gondom, hogy nincs. Tehát nincs, az hagyján, hogy egyéb helyeken nincsen, tehát aki kiment volna, lefényképezte volna, hanem a Google Earth, illetőleg a Street View, ami mindenki ugye Budapestet, a nagyvárosokat nézegeti, az nemes egyszerűséggel Hadikfalvánál megáll. Tehát azon át keresztül megy egy út, azt még megcsinálják, de már az utcákat nem. Az a kép, ha minden igaz, András falvai. Na most András falva az egy térképi paca, de a Google Street View-ba nincsen hozzá kép, és nem csak az, mert nagyon, a környékben nagyon sok kis apró település van, egyikről sincsen kép. Tehát ott kezdődik a dolog, ugye, amit mi hárman nagyon pontosan érzékelünk és tudunk, hogy azon kívül, hogy a nyelvvel foglalkozunk, a nyelvet a maga szintjén meg tudjuk menteni, a vizuális anyagokkal is nagyon csehül állunk. Olyannyira, hogy még a használható segédletek sem működnek, mert nem tartja fontosnak a Google, nyilván neki túl picike az, hogy oda beküldje az autóit, és nekünk nincsenek segédfotóink, hogy például egy ehhez hasonló montást, vagy ehhez hasonló montázsokkal egy picikét föl lehetne dobni az óhaza, újhaza ötlettel, ugye, hogy néz ki most az a régi kép, ami megvan. Ha a családoknál vannak régi képek, akkor ezeket a régi képeket is ugye be lehet helyettesíteni, be lehetne hasonló módon helyettesíteni. De nincsen, tehát ehhez is mindenféleképpen kellene nekünk támogatás, hogy tudjunk szerezni képeket ahhoz, hogy nem csak ezt, hanem sok minden mást is, tárgyfotókat. Jelen pillanatban például sem eddig nem tartana 3D-s tárgyfotót készíteni magáról a konkrét tárgyakról, de jelen pillanatban egy darab nincsen fönt az interneten. Tájházakból vannak idézetek, de az egy beállítás, valahol lefényképezték. Miközben valójában, most már még egyszer mondom, komfortzónában van, bárkinek lehetősége nyílik arra, hogy 3D-be körbejárja a tárgyakat. És nem kell hozzá különösebben nagy apparátus. Ez is egy hiány, amit mi pótolni akarnánk. Tehát nem egyszerűen csak befényképezni a múltat, hanem földolgozni és földobni, ha csak egy mód és lehetőség van rá. Nos, itt látható az értékmentő közösségünknek a Facebook oldala. Ez egy Facebook komplex, amit a bemutatóinknál nem nagyon szoktak érteni, hogy miért Facebook komplex. Azért Facebook komplex, mert ez úgymond, idézőjelbe teszem, ez a hivatalos Facebook oldal, amelyiken keresztül mi kommunikálunk, amiken keresztül mi például a szókészletet, például sok minden mást közzéteszünk. Ugyanakkor ezen az oldalon megjelenő anyagok nem ezen az oldalon kerülnek rögzítésre, hanem egy Facebook dokumentumtárba kerülnek rögzítésre. Gyakorlatilag egy gyűjteményt állítunk össze a rendelkezésünkre álló képekből, hangokból, ami nem itt van, hanem egy külön erre a célra fenntartott Facebook oldalon van rajta. És természetesen van hozzátartozó Facebook csoportunk is, hiszen reméljük és bízunk benne, hogy a munkák eredményeképpen egyrészt kapunk szavakat, kapunk újabb kifejezéseket, kapunk fényképeket, és akkor erre adatcserére nagyon jó a csoport egyébként, illetőleg, hogyha úgy adódik, akkor a lektorálásnál a szavak, kifejezések autentikus
szifikációjánál, ugye, tehát az, hogy az valójában úgy hangzott el, vagy van-e neki valami nyelvjárási, valami hozadéka, a csoportban résztvevők tudnak ebben segíteni, mert hát tudjuk jól, hogy kritikában a magyar verhetetlen. Tehát a kritikát az biztos, hogy meg fogjuk tudni kapni hozzá. Nos, ez a Facebook oldalunknak a címe. Nem bonyolult, mert facebook.com bukovinai világ, tehát azért nem kellett ezt nekünk különösebben agyonragozni. A technikai lehetőségek, tehát amiket én most itt bemutattam, a technikai lehetőségek nagyon fontosak a számunkra abból a szempontból, hogy papírban és digitálisban gondolkodunk egyszerre. Kiadványban gondolkodunk első lépésként egyszerre, mert annak a készletének a segítségével akarjuk felépíteni a lényegesen nagyobb és komplexebb gyűjteményünket. Erre nagyon jó praktikus az internet, és mint ahogy mondom, hát sajnos forráshiánnyal rendelkezünk, mármint, hogy forráshiányosak vagyunk, tartalmi értelemben is, és támogatás értelemben is, hiszen ehhez a munkához nagyon sok idő, és mint ahogy például a hiányzó bukovinai fotók esetében oda menni profi fotóssal, lefényképezni, gyakorlatilag minden szeget, szögletet lefényképezni, hát az bizony megint szintén támogatás kérdése, és akkor ez még csak egy alapanyag ahhoz, hogy abból Magyarországon élő dolgot tudjunk csinálni. De, mint az ábra mutatja, a hangos szótárhoz mindenünk rendelkezésre áll, digitálisan létre tudjuk hozni, és ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy mi már megszólaltattuk a papírt. Köszönöm szépen. Röviden, summázva, egy picikét még egyszer zárásként. Mint látható, első produktumunk ebben a Bukovinai világ értékmentő projektben egy hangos szóenciklopédia, amelyiknek az alapja már létezik. Éppen metaadatokkal való felbővítése folyik jelen pillanatban. Ez az, ami Salamon Gáspár úr munkája. Ez az, ami nagyon szép számot jelent. A további részeknél, tehát nagyon fontos, hogy már digitálisan előkészültünk arra, hogy a megszerezhető, nem feltétlen jó minőségű képi anyagokat javítani tudjuk, a javítást követően pedig lehetőség szerint autentikusan színezni, tehát nem általában színezni, hanem olyan színezést használni, amelyik információkon alapul, és ennek megfelelően akkor maguk a képek valamelyest közelebb kerülnek a mai hétköznapokhoz, és utána sokkal, de sokkal több mindent lehet velük csinálni. És természetesen magában a szótárból egy rövid áttekintés, amelyik azt mutatja, hogy a szótárat akár digitálisan, akár papíron megcsinálva odaadjuk azt a lehetőséget, hogy maga a felhasználó digitálisan meg tudja hallgatni a dolgokat. Digitális esetben tud még tovább menni, hiszen az internet ott áll rendelkezésére, amit most nem mutattunk meg, de az ájuló zabla mögött van egy link, amiről például meg lehet nyitni weboldalt, és itt tovább, és itt tovább. Tehát önmagában egy digitális szótár nem csak egyszerűen egy szógyűjtő, hanem mint egy világító torony, amelyik segít abban, hogy sok mindenre rá lehessen lelni. És ami nagyon fontos, mi mellé tettük azt is, hogy papír. Furcsa azt mondani egy ilyen digitális vérű embernek, hogy papír, de hogyha utána gondolunk, hogy a CD-DVD max. 90 év, lehet kapni elméletileg 3500 évre jó, szó szerint, ahogy mondom, kőből készült DVD-t, és nem is olyan drága egyébként, de addig ilyenként száraz kenyeren megvizen, hogy 350 évig elél az a DVD. Ugyanakkor viszont a papír, hogyha az természetesen olyan papírra nyomják azt a kiadványt, az én úgy gondolom, és most nagyon szlengbe fogom mondani, csuklás nélkül 400 évet ki fog bírni a polcon. És a legdurvább az egészben ugye, hogy ennek a kis alkalmazásnak a segítségével, ez nem csak mi ránk jó, hiszen mi most csak hangra tettük rá, hanem egy idő után, hogyha tudjuk a fejlesztést folytatni, akkor bizony mozgóképekre, nagyobb felbontású képekre, sőt, akármilyen hihetetlen, önmaga
a kiadvány, digitális formában, akár egy bélyekként beragasztható a saját könyvünkbe, és onnantól kezdve a digitális kiadvány is rendelkezésre áll ugyanabban a papír kiadványban. Nos, még egyszer nagyon szépen köszönöm a részvételüket, és bízom benne, hogy tudtunk újat mutatni önöknek.